Rajzokat és kerámiákat csodálhatnak meg az érdeklődők a Táltos iskola által rendezett képzőművészeti kiállításon. Bár egy-két korábbi alkotást is fel lehet fedezni, a tárlat koncepciója arra épült, hogy a tanulók az idei tanévben készült legfrissebb munkáikat mutassák meg. Az intézményben 5 éve működik kerámia szakkör, amely a gyerekek egyik nagy kedvence. Általában a témáink az a természet, állatok, meg természeti képek, és meg a mese. Hogy elég szabadon választott, de próbálunk kicsit visszanyúlni a történelemhez is. Vannak ilyen őskori edények, amik így úgy vannak felrakva csíkokból, csigákból, mindenféléből. A szakember szerint a gyerekekkel nem nehéz együttműködni, hiszen akik szakkörbe járnak, azok érdeklődnek a kerámia készítés iránt. Itt a legfontosabb feladat nem a művészképzés, hanem hogy a fiatalok megtanulják kreativitásukat használni, illetve elsajátítsák a munkához való hozzáállást. A tánciskolában elég nehéz sorsú gyerekek, vagy szociálisan nehéz sorsuk van, vagy tanulási nehézségekkel bajlódnak, és az, ami nagyon fontos, hogy a kézművesség, a kézzel való munka, az nagyon kikopott a mai iskolarendszerből, és a gyerekeinkből nem lesznek egyetemi tanuló, egyetemi végzett emberek, nekik a kezükből kell megélni. A kiállításon két nagyobb méretű tárgy is található. A mozaik és a vár azért számítanak igazi különlegességnek, mert a gyerekek együtt készítették őket, és a csapatmunka nagy élményt jelentett számukra.